Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket Hírháttér magazinunkban, a Hír Extrában. Elfogadta Makováros képviselő testülete a 2018 évi költségvetést. Erről fogunk beszélgetni, azonban előtte nézzük meg egy kis összeállítást, amelyet erről készítettünk. A beszámolók sorát dr. Keresztúriné Kis Istok Tímea ügyvezető kezdte, aki elmondta, a Makói Városi Televízió Nonprofit Kft. Az előző évhez hasonlóan mintegy 37 millió forint önkormányzati támogatással tervezte meg üzleti tervét. Hozzátette, ez az összeg azonban a működésre nem elegendő, ezért reklámbevételekből, pályázati, illetve a kormány által támogatott munkaügyi lehetőségekből plusz forrásokat remélnek, mely összességében további 30 millió forint bevételt eredményez a cég költségvetésében. Ezt követően a Makó Gyógyfürdő ZRT üzleti tervét Gergely Gábor igazgatósági elnök ismertette. 2018-ban 661,5 millió forint bevétellel számolnak, ebből 50 millió forint az önkormányzat által nyújtott működési támogatás. Az előterjesztés tárgyalása során kiderült, az idejévi költségvetése a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban nem számol látogatószám kieséssel, mivel várhatóan ősznél hamarabb nem kezdődnek el a munkálatok. Gergely Gábor elmondta, március 1-től a napi belépőjegyek árát 200 forinttal emelnék meg, a wellness szolgáltatások terén pedig a szauna belépők árát 1000 forintban állapítanák meg. Itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy a makói vendégeknek a szauna árát meghagynánk 800 forinton, és kidolgoztunk egy olyan üzleti konstrukciót, ami használatával, ezt teljesen majd tájékoztatjuk a makói lakosokat, szinte olcsóbban tudnak majd jönni a jövőben, mint mondjuk a tavalyi évben. A Makói Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. Működését tekintve két intézménnyel bír, a Hagymaház és az Erdei János Városi Sportcsarnok. Összességében közel 185 millió forint bevétellel számolnak, ebből az önkormányzati támogatás 110 millió forint, mely 15 millió forinttal kevesebb, mint a tavalyi évben, ismertette Márton Imre ügyvezető. Majd a Makói Város Gazdálkodási Nonprofit Kft. Beszámolója következett. Itt Nagy Nándor elmondta, az idejévre vonatkozóan 553 millió forint bevétellel terveznek, melyből az önkormányzati támogatás aránya 26,4%, összeg szerint 147 millió forint. Ez utóbbi többek között a plusz feladatok ellátása miatt 62 millió forinttal több, mint az az előző esztendőben volt. Ugye egyrészt, amire beszéltünk már, és a többi céget is érinti, az a minimálbér emelés és a garantált bérminimum emelése, amely összességében nálunk egy ilyen 20%-os bérnövekménnyel jár. Ezen felül pedig az a szakember hiány, ami már most látható a közmunka és tartmunka programok kapcsán, arra ösztökél minket, és arra kényszerít, hogy főállású munkavállalókat vegyünk föl azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyek eddig ebben a formátumban megvalósulhattak, tehát mind a start, mind a közmunkaprogramban az elmúlt 4-5-6 évben azért elég jó működően megvalósult. Azt látjuk, hogy akik szeretnének és akarnak, és megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, azok elmennek valóban a piaci munkavilágába, és ezzel egy közmunkás bér nem fog tudni versenyezni, ezért jutottunk arra az elhatározásra, hogy legalább egy 5-6 fő bővítéssel fogunk számolni az idei évben. Mindemellett eszközbővítést is szeretnének végrehajtani, így többek között egy mini kotrógépet vásárolnának, mely a járdaépítéseknél, valamint a csatorna karbantartások elvégzésénél is hasznosnak bizonyulna. A Makói Városfejlesztő Kft. Kibővült feladatkörrel vág neki a 2018-as esztendőnek. Jelenleg a város terület és településfejlesztési operatív program keretén belül beadott és elnyert pályázatainak menedzselésével foglalkoznak. Nettó bevétel tekintetében közel 20 millió forinttal számolnak, és év végére 916 ezer forint eredményt várnak. Működési célú támogatást nem kértek az önkormányzattól. A beszámolók sorát a Makói Térségi Vízi Közmű Kft. Zárta. Itt elhangzott, a cég 2017. július 1-je óta végelszámolási eljárás alatt áll, mely várhatóan 2018. áprilisában zárulhat le, majd a vagyonfelosztás során közel 148 millió forint értékű vagyon illetheti meg Makóváros önkormányzatát, mint 100%-os tulajdonost. A testület ülésen a képviselők mind a 6 cég esetében elfogadták az idejévre vonatkozó üzleti terveket. A témával kapcsolatban két vendégem érkezett a stúdióba, Makóváros polgármestere Farkas Éva Erzsébet és Vargáné Nagy Éva pénzügyi irodavezető. Üdvözlöm Önöket, szép estét kívánok!
Szeretettel üdvözlöm én is a Makói Városi Televízió nézőit. Üdvözlöm én is a tévénézőket. Ami szembetűnő, és azt gondolom, hogy egy laikusnak rögtön megüti a szemét, az egy összeg, mégpedig az, hogy az idei költségvetést 7 milliárd 600 ezer forintból, míg ezzel szemben a tavalyit szinte a feléből 3 milliárd 400 ezer forintból tervezték meg. Mi ennek az óriási különbségnek az oka, irodavezető asszony? A költségvetésünk valóban 7 milliárd 676 millió forintot tartalmaz. Ebben az összegben benne vannak azok a pályázati összegek, amelyek már megérkeztek az önkormányzat számlájára. A 2,6 milliárd forint ugye a könyvtár felújításához, a Hagymaház és Páger mozi újjáépítése ez a 730 millió forint, a kerékpárútra, a toppos pályázatokra, és ezért tartalmaz ilyen magas összeget most a költségvetésünk. Hosszú egyeztetés előzte meg ezt a költségvetést, azonban polgármester asszony azt nyilatkozta, ugye, az imént is hallhattuk, hogy egy megalapozott, megbízható és stabil gazdálkodást mutat ez a költségvetés. Mire alapozta ezt a kijelentést? Így van, önkormányzatunk gazdálkodásának az alapja az éves költségvetés, ezért is tartottuk fontosnak, hogy széles körben mind az intézményvezetők, mind a cégvezetők képviselőkkel való egyeztetést követően állítsuk össze az éves költségvetésünket. Azért megalapozott, hiszen azokat a beruházásokat, amelyre 2015-től folyamatosan pályázott Makóváros önkormányzata, mind uniós forrásból, illetve állami támogatásokra is igényt tartva, ezeket a beruházásokat szeretnénk mindenképpen megvalósítani. Vannak olyan beruházásaink, amelyhez önkormányzati költségvetésből biztosítanunk kell önerőt. Ilyen például az állami támogatás keretében nettó 600 millió forintos beruházásból az újvárosi kézilabda munkacsarnok, amely esetében a közművek kiváltásához, telek alakításhoz, illetve a bontási munkálatok, az ott lévő épület bontásához 50 millió forintot különített el Makóváros önkormányzata, és természetesen itt kötelező parkoló helyeknek a kialakítása is szükséges. Illetve a területi operatív program keretén belül több olyan gazdaságélénkítő projektre kapcsolatosan született döntés, amelyhez szintén önerő szükséges, önerőnek a biztosítása, így például a városi piacnak a megvalósításához az éves költségvetésünkben 45 millió forintot különítettünk el a bruttó 250 millió forintos nyertes pályázathoz, valamint belvárosi rehabilitációként, illetve gazdaságélénkítő céllal a csipkesornak a felújítása történik meg, ugye az alsó szintnek, ami önkormányzati tulajdonban van. Ide 36 millió forintot különítettünk el, hogy teljes körűen megvalósulhasson ez a beruházás is. Ennek természetesen sok tényezője van, amiért itt a költségek emelkedtek, hiszen mind az építőiparban olyan mértékű áremelkedések történtek az elmúlt időszakban, ami miatt ez a plusz költségnek a biztosítása szükséges, illetve január 1-től ugye a minimálbérek emelkedtek, és mindezek megemelték a korábbi 2015-ben készített terveknek a költségeit. Tehát ezt mind figyelembe kellett venni. Mi az alap, mi az a biztos, amit figyelembe kell venni egy költségvetés összeállításánál? Mire kell jutni? Ugye a költségvetés összeállításánál a bevételi forrás az önkormányzatoknak a normatív bevételek, a helyi adóbevételei és az előző év tartalékai, meg természetesen a saját bevételek, amelyek a bérleti díjakból és egyéb díjakból tevődnek össze. Ugye az önkormányzatnak van kötelező és önként vállalt feladatai, természetesen azokat a feladatokat, amit az elmúlt időszakban is végzett az önkormányzat, nem szerettünk volna semmit elhagyni, úgyhogy ezeket mind számottevően számba vettük. A támogatások nemhogy csökkennének, úgy vettem észre, ahogy a számokat néztem, hogy növekedni fognak a 2018-as esztendőbe. Ez minek köszönhető, polgármester asszony? A pályázatoknak, a jó gazdálkodásnak, vagy a nagyobb bevételeknek? Mi az oka? Elsősorban annak köszönhető, hogy mindazok a pályázatok, amelyek a gazdasági program keretén belül megvalósulhatnak itt most az elkövetkezendő időszakban, illetve már folyamatban vannak, szinte 100%-ban támogatást kaptak.
természetesen köszönhetően Lázár János miniszter úr támogatásának. Így tulajdonképpen a maradvány pénzkeretünkből egyre többet tudunk felhasználni különböző támogatási célokra, illetve szociális támogatásokra. Az elmúlt 3 évben képviselői döntéseknek, határozati döntéseknek köszönhetően mintegy 25 támogatási rendszert tudtunk elindítani. Az éves költségvetésünkben ez közel 300 millió forintos keretet ölel föl. Gyakorlatilag ezt visszaadjuk a makóiaknak, a különböző korosztályoknak, illetve a társadalmi rétegeknek. Ebben benne tartoznak ugye a csecsemők, a fiatalkorúak, az idősek, gyakorlatilag majd a vállalkozói szférát is széles körben támogattuk az elmúlt időszakban. A fiatal kisgyermekes családokat úgy gondolom, hogy igyekszünk minél szélesebb körben, pontosan azért, hogy a makói lakosságnál növeljük a fiataloknak az arányát. Az önkormányzati fenntartású cégek is ugye a költségvetésből működnek. Itt azonban 2 cég esetében volt némi változás. A Hagymaház kevesebbet, míg a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Többet fog kapni. Mi ennek az oka? Valóban így van, az önkormányzati cégeknek is ugye a támogatása a költségvetésünkben szerepel. A Hagymaház igen kevesebbet kapott, de nem fognak elmaradni programok, meg ugyanazt a színvonalat tudja tartani a Hagymaház, de viszont Makó város önkormányzata nyert 2 EFOP-os pályázatot, amellyel ki tudtuk váltani azokat a rendezvényeket, amit a pályázatból meg tudunk valósítani. Ők ezért kaptak 15 millió forinttal kevesebb összeget, és valóban a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Több támogatásban fog részesülni, azért, mert a minimálbérnövekedés ugye közel 100 főt foglalkoztatnak, megnövelte a költségeiket, viszont olyan feladatokat is fognak kapni, amit eddig az önkormányzatnál volt feladatként, mind pénzügyileg, mind feladat meghatározásánál. Ezek a feladatok átkerülnek, hogy jobban nyomon lehessen követni a feladatok elvégzését, és ennek a pénzösszege került át a Nonprofit Kft.-hez. Az új városvezetés 2015-ben nagyon rossz járdákat, utakat, esőelvezetőket örökölt, és azóta folyamatosan azon vannak, hogy ezt valamiféleképpen orvosolják, megoldják. A tavalyi évben 100 millió forintot költöttek erre, viszont a mostani költségvetésben 160-at láttam. Így van, a lakosság egyik legfontosabb kérése és igénye a város belterületén található járdáknak, illetve utaknak a megújítása. Nagyon szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hiszen térrehabilitációs programon keresztül a városban 3 olyan állami, illetve uniós forrásból megvalósuló projekt indulhatott el, mind a Deák Ferenc utca térrehabilitációja, vagy gondoljunk a Honvéd városrész rehabilitációs programjára, vagy éppen a Csipkesornak a térrehabilitációs programjára, amely utaknak, illetve járdáknak a megújítását segítést támogatja. Tehát mintegy 100%-os támogatással valósíthatjuk ezeket meg. Emellett viszont 160 millió forintot különített el a 2018. évi költségvetési keretéből Makóváros önkormányzata, hogy a 8 város részben 20-20 millió forintból járdák újulhassanak meg, újabb járdaszakaszok újulhassanak meg. Ezeket a képviselőkkel egyeztetve, éppen most a lakossági fórumok keretében mutatjuk be a makói lakosoknak, hogy az idei évben mely szakaszok fognak megújulni. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is erre a projektre, ha lehet így mondani, makói vállalkozókat hívjunk meg, és nagy valószínűséggel, mivel itt most egy magasabb keretről van szó választókörzetenként, ezért 8 makói vállalkozót szeretnénk meghívni majd a projekt teljesülésére. Az utak és a járdák felújításán túl egy másik kardinális kérdés, amely minden lakossági fórumon felmerül, és az embereket, a lakosságot nagyban érinti, ez az egészségügy helyzete. Ebben is sikerült előrelépést tenni, és a 2018-as költségvetésben ezt be is kalkulálták. Ugye elkészült a Juss Gyula utcai rendelő, amely hétfőn került átadásra, és folyamatban van egy teljesen új rendelő kialakítására, erre mekkora összeget szánnak, hogyha jól tudom, akkor 2 ütemben lesz.
Így van, Makóváros önkormányzata elkötelezett abban, hogy az egészségügyet fejleszte, hiszen ha egészség munka van, akkor tulajdonképpen minden van, ezt nagyon sokszor szoktuk emlegetni, és ténylegesen így van. Fontosnak tartjuk, hogy a biztonságérzetet ezen a területen is a makóiak számára megteremtsük. 2015 óta több 100 millió forintot költöttünk az egészségügyi infrastruktúrális fejlesztésére. Természetesen kormányzati döntéseknek is köszönhetően, hiszen így újulhatott meg a kórháznak egy épület része, illetve a járóbetegellátás tekintetében a szakrendelőintézet egy része 890 millió forintos beruházásból. A Hollósi Kornélián 14 millió forintból alakítottuk át a házi orvosi rendeléseket, fogászati védőnői szolgáltatásokat, illetve a Jussz Gyula utcán nettó 33 millió forintból újítottuk meg a felnőtt házi orvosi ellátást kiszolgáló épületünket, amely február 19-én került átadásra. Hosszú évtizedekre visszanyúló örökséget szeretnénk orvosolni, azzal, hogy a Kálvin téri házi orvosi rendelőt egy teljesen újonnan épített, 21. századi, teljesen korszerű energetikai és orvosi ellátást biztosító épületként adjuk át a makóiaknak. A 2018. évi költségvetésből 180 millió forintot különítettünk el erre a célra, és 2019-ben, a beruházás második felében pedig még további közel 120 millió forintot kell majd erre finanszíroznunk. Az engedélyes tervek január 31-ével elkészültek, és természetesen a kiviteli tervek elkészültét követően megkezdődhet a közbeszerzési eljárás. Ezek a mostani számok és tervek mennyire kőbe vésettek? Mennyi mozgásteret ad ez a költségvetés a 2018-as évben? Hiszen tudjuk azt ugye, hogy folyamatban lévő pályázatok még vannak, tehát még jöhetnek pénzek, ami elköltésre kerülhet, illetve lehetnek olyan kiadások, amelyeket most még nem lehet látni előre. Természetesen mindig van mozgástere a költségvetésnek. Erre szolgál a beruházási és általános tartalékunk. A jelenlegi beruházási és általános tartalékunk biztonsággal nyújt fedezetet erre az idei évre, mind a beruházásokra, mind pedig az egyéb rendezvényekre. Akkor konstatálhatjuk végezetül, hogy ekkora összeggel azért egy város első emberének jó gazdálkodni és nyugodtan hátradőlhet, és azt mondhatja, hogy akkor érdemes nap mint nap reggel fölkelni, hiszen van miért dolgozni. Hát hátradőlni semmiféleképpen nem kell. Valóban úgy gondolom, hogy mindazokat a fejlesztéseket, mindazokat a támogatásokat, a fejlesztések tekintetében az uniós állami és a helyi önkormányzati fejlesztéseket is stabilan, megbízhatóan tudja támogatni ez a költségvetés, amit 2014-ben Makóváros önkormányzatának új képviselőtestülete vállalt. Ezzel a végszóval megköszönöm, hogy itt voltak, hölgyeim. Önöknek pedig azt, hogy velünk tartottak a Híradó Extrában, jövő héten kedden újra hírháttér, tudják, 18 órás híradó után 18.15-től várjuk Önöket. További szép estét, viszontlátásra!